Nagyon szép estét kívánok minden kedves Simco Facebook nézőnek. Élő egyenes adásban vagyunk. Formula BMW sorozatunk harmadik fordulója következik. Helyszínünk Barcelona. Nagyon senkinek se kell bemutatnom, úgy gondolom. Tesz pálya jellegét illetően hát nem a legalkalmasabb az előzésekre, de sose lehet tudni, hogy mit hoznak a Simcos futamok, ugyebár. Két héttel ezelőtt láthattuk egy borzalmasan izgalmas első versenyt. Másodikon is voltak előzések, de az első azért az utolsó kanyarig igazából igazán akciódús volt. Hát reméljük, hogy a barcelonai pálya is hasonló lesz, bár ugye, mint említettem, jellegét illetően ez annyira azért nem alkalmas rá. Két fordulót követően a bajnokság képen látható módon alakul. Serván Norbi vezeti a bajnokságot mindössze egyetlen egy ponttal Pintér Roland előtt. Őt követi Zimmer Gábor, majd Kis Balázs, jó magam, többieket pedig láthatjátok a képernyőn. A csapatom elég magabiztosan vezeti egyelőre a bajnokságot, hát reméljük, hogy ez így is fog maradni. Kapcsoljunk a helyszínre, ahol hamarosan elkezdődik az időmérő edzés. Csak hang is kell hozzá. Meg természetesen a többiek kommentárja. Hello Martin, szép estét neked is. Ki van előttem? Loktájtos kocsival. Én. Szimmel Gabi. Menjél. Egy perc és elindul az időmérő. Okay. 16 liter van benne. Meg is akarsz előzni? Gyuri! Nézzenek oda! Hát de rég láttalak. Hello. Nyomjuk. Na nézd a két csapatásod, hogy küzd meg egymással még itt a szabad edzésen. Üresen vagy? A plugin az megy? Előbb kiírta, hogy egy perc múlva, igen. Ja, oké. Nem szóltam. Hát, ne tudja. Van most valami béta, ami replayben mutatja a gázadást, nem? Normális mutatja már. Ja. Igen, most nézd meg. Most már mindegy. Na figyelj, most nem volt gond. Kicsit járosd át, és akkor talán megoldja. Hát rugdostam meleget. Jó, induljunk. Úgyis többet kell majd körözni. Melyik mentem? 46-5-5? Azt hiszem. Na, legalább annyit hozni kellene. Szél árnyékba ez a kanyar. Nem vészes. Te a gyors jobbos felfel, az padló? Igen. Bele kell emellem a közepén egy picit. Na. Hát szeretnék helyet hagyni.
Hát de én meg rajtad akarok maradni. Így érte. Végén lassulunk, figyeljétek. Itt is megy a szélárnyék parti. Ej. Index. Hogy is mondta Mr. Garrison? Jaj, BMW akkor nincs, jaj. Megkérdem, hogy most szellemileg súlyosan... Mit? Hogy mondott? Nem emlékszem rá. Ó, baz. Ne. 46-1, ez szép idő. Csinálok. Na ez már egy kukakör. Még csak 2/10-re voltam a második szektorban. Ez egy nagyon gyenge idő lett. Ejj, a magyar fiú! Jó, még szerencse, hogy 25 perces az időmérő. Úgyhogy van idő javítani. 45-9! Ki ment ilyet? Kis Balázs, az szép. Azt nem hiszem, hogy meg tudnám csinálni. Mag szélárnyékban. Hát az tényleg nem létező ív volt. Valóban. Szóval...
Ó, de nagy a tömörülés itt mögöttem. Kék zászlót is kapok. Remélhetően büntetés, nem? Ki van itt előttem, de most ez nem tesz nekem szívességet vele. Ja. Akkor menjél. Még csúszik az ívről. Lehet, hogy az én... Nem tudom, nekem kicsit egy gyanús, hogy alacsony volt a végsebességem a célegyenesbe. Majd megnézem a gáz, a fékpedálomat. Ez egyelőre elég... Ja. Ergya. Pedig nincs semmi baj a fékkel. Gáz. Az is jó. Hát akkor... Kibi, te vagy előttem? Tél egyenesbe? Akkor húzzá! Hozzad. Akkor folytassuk. Ez egy másodperc elég erős.
Már csak 9. Érdekes, hogy a második fél másodpercet kap az elsőtől. Annyit tudnék még javulni amúgy. Szóval második helyre simán be lehetne jönni. Tudtam. Faszom. Első szektorban 4/10 kapok. Az durva. Passar um.
Köszi! Köszi! Nincs mit. Segített valamit? Hát, szerintem igen. Pár tizedet biztos. Az a baj, hogy egyedül jöttem szabad edzésen ennyit, úgyhogy... Tizedet, hát nem egyszer pár tizeddel, itt rengeteget lehet javítani. Hát csak egyedül is tudtam ilyen időt, az a baj. De lehet, hogy kevésbé volt gumis a pálya, és most meg már túltapad az eleje. Vegyél le egyet az első szárnyba. Jani, sosem vagy egyedül. Ez a másik. Nekem úgy rémlik, hogy inkább 46 vége volt az időnk szabad edzésen. Nem 46 eleje, közepe. Közepe volt az. 46-6-ot ment a Jani edzésen. Te így akkor tudod az én meg. Időmet? Hát azt hiszem, azt pont megnéztem. Ja. Én vagyok a referencia? Neked? Persze. Most nem tudom kiautózni. Annyira idegesítő, hogy benne van basszus, és nem bírom összerakni a kört. Mennyit érzel benne? Hát egy 3/10-et mondjuk. Igen, hol van? 6. Az jó. Nektek jobb az autó 2. körre? A 3. még jobb. A 3. már elég sokat kopik a hátsó gumi. Nekem. Nem baj az. Na majd most kiderül, hogy mennyit számított a szélárnyéka. Setupért adtam egy kis szélárnyékot. Köszi, csak nem számítottam rá, hogy pont elbasztam utána. Nem tudtam, hogy mi lesz. Szólhattam volna, ja. Gyermek egyenesen. Akkor sem biztos, hogy tudtam volna, hol kell fékezni egyébként. Mert egy enyhén egy kicsit gyorsabb voltam az egyenesbe. Jöttél rám, láttam. Hát, ja. Egy olyan 6-tal gyorsabb voltam legalább végtempóra. És még mindig nem tiltott ki teljesen szerintem. Egyszerűen nem tudom kiautózni. Salzburgon Skiba 11 km per órát számít célárnyék. Hát jó, de hát az egy izét baltával faragott doboz. Hát nem csodálom, hogy olyan sokat számít. Hát itt is nagyobb az igényállás. Hát értem, nem azt mondom, csak talán itt azért minimálisan kisebb a hatása, de franc tudja. Mert hát ugye ez egy játék. Hát figyelj, itt az autónak akkora a légenerálása, amit beleírtak a parancsorba. Igen. De azért, tehát ott a Salzburgon látszott is, hogy rettentő sokat számít nektek a szélárnyék, nagyon lehet jönni. Hát ott az a poén, ugye, hogyha melléd érnek, akkor már neked is van szélárnyékod, hiáta van melletted, mögötted. Persze, visszalassulsz. Amikor a másik melletted az előbbre ér, akkor gyorsul te. Egész addig, amíg a hátulról közelítő nem hagy el téged, vagy nem kerül előrébb, addig téged visszahúz. Igen. Úristen. Az oldalszélárnyék. Aha.
Az jó, szép. Hagyjuk. Ja, hát az látszott a Nürburgringi 24 órás felvételeken is, hogy amikor úgy melléért az egyik a másiknak, akkor hirtelen kapott még egy löketet a külső oldali. Igen. Legalábbis a kettőnek az összehasonlításában nagyon azt tűnt, hogy a külső oldali, ez kap egy löketet, és akkor, hogy na én akkor elmentem, mintha benyomta volna a nitrót, vagy valamit. Azt nem jó összefutamot így, vagy ezt az időmérőt így elengedem most. Egy lövés maradt. És most nem érek fel. Isten, mennyi volt ebből még? 2,37-et fogyaszt. Hát egy 40 liter. Igen. 40 tutija. Hát aztán vissza a gyerekkorom. Jani, ezt ugye nem hiszem el? Hát aztán... Há? Rengeteg benne maradt. Utolsó sikámban, két sikámban lehet rengeteg időt nyerni, ha jól találod az íveket. Igen. Áj, de kár érte. Ah, hát. Meg hogyha... Valahogy a fordulatszám, hogyha nem jó a váltó, vagy rosszul rakod össze, de sokféleképpen nem lehet. Cserben, Norbi jött elő. Ahogy sokat eljutok, nagyon, nagyon belassul a kocsi. Igazából két lehetőséged van. Igen. Amit össze tudsz rakni, az egyik a rövid, a másik meg a hosszú váltó, és körülbelül ennyi. Igen. Jaj, de kár, de kár. Igen, a rövid túl rövid, a hosszú túl hosszú. Jó. Jó. Jó az ötödik hely. Igen. Nekem ott az a baj, hogy az első két fokozatot nem tudod kibalanszírozni rendesen. Igen, tehát az egyesből kettesből nagyot ejt, és még a kettesből hármasból is nagyot ejt. Az igen. És a kettes hármas a legnagyobb probléma, mert azokat használod. Az egyes kettes leszarnám. Utolsó szektorban se kell a hármas, de... Kicsit lejjebb lehetne venni a hármast. 5 perc. Az jó lenne, de nem lehet akkorát ugrikni itt a hármas. De elmesélted, mit csinálta. Grat. Grató. Én nekem az a baj, hogy egyik váltó sem szimpatikus. Az egyik jó a kanyarok, mit tudom én, egyik felére, a másik váltó jó a kanyarok másik felé. Hát én elsőre olyat csináltam, hogy csak 2.20 volt a végtempom, és az teljesen jó volt.
Hát csak kurva kevés az item. Csak rájöttem, hogy néztem a lifetime-ot, hogy baszik, hogy 2.25 meg. Hát nem, mert még a 2.25 is kevés tud lenni, csak ugye a rövid váltót leforog. Na hányra rajtoljunk, mondjuk... Megint 40 liter? 30. 40 liter. Mehet, Jani, mehet. Csak ezzel a keci hosszal egyet kell most. Hogy kell rajtolni? Hát szerintem padló, és ilyen szépen finoman elengeded a kuplungot, ilyen viszonylag elég gyorsan. Kisebb örök, szépen elindul. Ha meg a rövid egyesed van, akkor még jobb, de akkor tudja, hogy szar a beállításod. Szerintem végére a hátulja el fog melegedni, ez biztos. Hát Frigg gondolom elhúz majd a francba az elején. Hány liter kell a futamra? 40-et mondanak. 40 vagy 45? 40. Oké. Pont tudok egyet rajtolni. De jó. Hát meglátjuk. Jöjjön akkor az első verseny.
must now leave the grid now. Lesz? Jaj, de izgi lesz. Hol van Tim Gábor? Előttem? Mögöttem? Tizedik hely? Ó, nincs messze. Látom, szép sütemények vagyunk itt az ACC-s különítmény. Igen. Tényleg milyen volt a Endurance? Jó, jó volt. Abszolút, nekem tetszett. Meg kéne tanulnom, hogy kell ott a gumit kezelni. De amúgy jó. Ja, amúgy szar, hogy a kopás nem látszik, de amúgy jó. Ja, hát úgy nem tudod nézni, igen, csak utólag. Azért van annak is baja. Jó, hát annyiba get real, hogy a valóságban se tudják, hogy kopik a gumid, csak érzed. Jó, csak ott az az, hogy valaki meg tudja utólag nézni a boxba, vagy mennyire volt jó, vagy mennyire nem. Itt a futam végén derült ki. Mi is úgy tudtuk. Jó, elméletileg nem tudom, hogy ebben a GTR-masokban van-e, de van olyan autó, amiben van szenzor, amivel tudják figyelni. Hát azt tudja, hogy itt az... mi van. Olyanokat magyaráztak, hogy lehet mérni ezért a gumin, mert vannak ilyen kis pontok, ahol ja. lehet ezért mérni a mélységet, és az alapján lehet kalkulálni. Hát igen, minden versenyi gumiban van egy mélységmérő. Ja. Hogy hát ahhoz meg kell állnod. Hát perc. Ja. Az F1-es AI-jal ki kell számoltatni. Na az... Az akkor a baromságokat szokott kijönni. Ja, mi a közvetítésben van? Nem is értem, írt a Hamiltonnak 70 elől, meg volt hátul. Meg... Hátul meg 10. Az ennél közben Verstappen kapott defektet. Ja. Hát ez vágás, ez... Azt tudja, hogy mi volt, de... Alacsony guminyomásra gyanakodnak. Persze, mindent mondanak. Amikor van minimum nyomás. Nem ők a hibás. Ja. Én azt mondom, hogy szenvednek ebből a gumival, én azt mondanám, hogy kötelező két kiállás, de olyan gumit csinálnak, hogy nyomni lehet, mint a barom. És akkor kész, ki van volt ez? Nem ezt kéri azért a Liberty. Na most a rajtunk. Na mindegy. Hát igen, most muszájból állnak ki, melyek ott. Hajrá. Na. Na, nem így kell rajtolni. Az a baj, hogy... Valaki mondja majd egy féktávot. Valahol ott a zöld környékén. Jaj, Gabi! De megjött valaki. Hát, a felviszem-e. Valaki elég csúnyan visszajött a pályára. Legettem valaki, nagyon jön. Na baszki. Bocs, Gabi. Jött a mútus, baszki. Na merre? Hú, ebből baj lesz. Ne rám! Ez jó volt. Hát, hogy minden versenyen beszívom.
Az a kár, hogy ezekben a szarokban nincs féklámpa, mert akkor látták volna, hogy én elveszem ott, hogy nehogy fönnakadjak rajtuk, csak hát mindenki tolja, mint az ökör. Hogy majd az utolsó méterem biztos meg fog állni ilyen tömött mezőnybe. Szerintem nem fogom megérteni, nem így. De akkor te voltál mellettem, Amerikó, igaz? Igen. Ja. Én csak mentem aztán. Jobbról, de valaki jobbról nekem jött, és az megforgott ott balra. Egyre nagyobb a szárnyam, látszik, alig lőttek leelőzni. Melyikkel mész most, Kami? Előtte sárga-fehér. Oké. Melyik szárnyal? 4-es szárnyal. Elől 4-es? Jaj, 3-es külkezem. Már én elmegyük. Fogatosabb. Fog a féken belőle. Most a féket se jó? Nem. Blokkóra fogott a fékem. Akkor a fékkel lesz a gond. Igen. A magádban. Azzal is. Te mind a kettővel. Mennyi? Ó, kösz. Hát, ha még egyszer befog, akkor gyere. Még nincs értelme. Jó lenne, ha lehagynám az előtt mögöttem lévőt. Erről meg hát, ha elbírva őnek egymással. Kitört a segge. Jutasi Barázs itt van. Tényleg nincs. Ferenc Márkra, mintha jönnék fel. Adsz meg! Jaj. Thank you.
Én voltam Amerikó. Tudom. Hát inkább előre meneküljek. Esetleg utolérem, és nem fogok tudni előzni. Na de erről még utol kell érni. Szélesen fordult. Ezt most jól elrontottam. Nem kell ott a kettes. És 9 tizedre van a Ferenci. Oké. Nézd már, mi a kut... Bocs, Patrik. Semmi. Meg vagyunk, az a lényeg. Lehet, hogy hosszú lesz, figyelj. Hát azért megcsúszott neki az autó keményen. Ajajaj. Ferenci meg csak jön és jön. Köszönöm, hogy leráztam. Oops. Mi? Uh-huh.
Láttam, hogy jössz be. Szeretnénk szélárnyékot kapni, érezni. Na, szélárnyék parti. Amiből kimaradok. Nem csak te. Én sem vagyok túl közel. Forgóka, figyelj, Ameriko! Kösz! Nem, már éreznem kellene. Sem még kevés. Vagy nem. Nem kevés. Csak innentől lesz az, hogy... Hát de bazd meg, hozadjunk már ki ilyen. Ha. Feltart. Tíz perc van hátra a versenyből. Ujjjjjjjj. Ki kell okoskodnom, hogy a célegyenesben megelőzzem, mert... Aj, nem lesz elég. Jó volt a kigyorsítása. Megint befog. Ja, nagyon meglassultál itt a végén. Igen. Hát ennek így nincs értelme. Nem toltalak meg, ugye? Ott kell maradnom mögötte. Nem, nem, ez saját balfasságú. Nagyon szűkön akartam fordulni. Úgyis gyorsabb vagyok egyenesbe, szerintem.
Egy gyorsításon pont belefékezett. Ja, azt láttam. Nagyon rád estem ott. Egymás szapattuk, aztán az Amerika elment. Ja. Gondolkodtam, hogy inkább elengedlek, mert akkor még mindig jobban járnánk. Mi nem védted le a belsőt? Biztos, hogy tudok elég rövidet fékezni. És 3/10 jobb vagyok már, és nem kell védekeznem. De sokat elbasszhatottunk. Ha jó volt. Megint. Ja. Menjél. Ezt be abba hagyom. Jó, ezt a Gerbári... Ennek kinek rá meg. Ki fogja használni, hát, jó? Eddig nem volt semmi baj. Ki kell takarítani, az biztosan segít. Por, macska, szőr, ilyenek, az nem tesz jót neki. Nem is biztos, hogy oh! A koszos látja, csak mondom a poti környéke. Sex, körödöm, kívül. Micsoda? Hát ez szép volt, mert... Majd legközelebb. Egyenesben azért... na mindegy. Jövő héten hétfőn nyakamat rá úgy fogsz szerelni. Bassz, meg nem takarítottam ki. Megelváli, hogy jön így? Erre, de... Hát ez egy olyan órás manőver körülbelül, hogyha sietsz. Ha nyugisan csinálod, akkor másfél. Na, perep ketté. Valahogy el kéne húzni. Aztán megvan a dobós futamon. Ja, hát az mondjuk még szerencs, hogy van ilyen. Pont az ilyenek miatt van. További jó versenyzés, sziasztok! Hello! Hello! Gyerünk! Vagy szerintem kisebb a szárnya. Jaj. Szépen összeértünk. Túl hamar ért el kutó. De hogy jön? Nem is értem. Nézd már, mi a k***a anyján jel állik kereszt? Közel lesz. Ezt nem fogom tudni kivédekezni.
És elbaszom, aki gyorsítás, ezt nem hiszem. Jaj, az... Itt vagyok. Nézd meg, így fogom bukni a dobogót, nem hiszem el. Ski. Nem tudom, milyen szárnyal megy, de... Lejjebb kell venni. Nagyon. Basszus, nem hiszem el. Nem lesz még egy kör. Ajajajaj. Na, lökjél, így van. Tudtam, hogy ez lesz. Hát... Ennyit bénázni? Pillanat. Maradt 4 liter. Ja. Nem hiszem el. Tudom, hogy fel fognak torlódni. Ja, még nem lehet kibukni. Ezt akarom nézni itt az utolsó sikámban, mit csináltak.
Hűha. Ja, jó. Hát ez, ez igazán kamikáze volt. Ki ő? Ferenci Csongor. Hát az... az baj, nem fogja megóvni. Előtte ér célba. Azt még így se? Nem tudtam kihasználni. Grat. Ki nyer? Frick. Tudja, hogy nagy szárnya amelyek. Hányas. Nem mondom meg. De az Egervári az úgy jött mögöttem szélárnyékba, hogy... Túl sok variációs lehetőség nincsen, mert négyes a hátsód, az biztos, Jani. Miből gondolod? Hát mert hogyha négyes nagyobbat raksz föl, akkor... Hülye vagy. Túl sokat fogsz veszteni az egyenesbe is. Igen, ahogy emelik. Az első, nem hiszem, hogy egyes, mert nem fordulna eléggé, tehát 2, 3 vagy 4, de ebből is inkább a 2-t meg a 3-at tartom reálisnak. Hát annál lejjebb nem nagyon lehet rakni. Hát azért mondom, az egyesnél lejjebb nem. Egyesnél lejjebb nem, és az egyest én nem próbáltam igazából, de a kettesből kiindulva nem lenne elég nekem már az egyes. És szerintem sokak így vannak, hogy nem hiszem, hogy az egyes elég, tehát 2-es vagy 3. Mert a 3-os az még már majdnem sok. Sőt, lehet, hogy most már sok. Frick. Hát nem tudom, csalódott vagyok. Bár most lehet, hogy erre a kevés gumis pályára viszont majd az egyel picit nagyobb szárny kell. Na, az lehet. És az előzőre kellett volna az egyel kisebb szárny. És ide kell majd az egyel nagyobb szárny. Pillanat. Egyen lejjebb viszem. Nem számít az annyit. Hülyeség. Szerintem. Hát nézd. Itt vagy, Twist. Jaja. Most azért a pöcér az elején. Nem tudom, mennyit érült. Jobbos kanyar? Hát a... hogyan? 1, 2, 3... 4-es kanyar? Azt hiszem. Ja, ott jobbra megyünk fel. Hát, közre voltál fogva igazából. Vagy nem, utána a balosnál. A balosnál egy picit megköcköltelek féktávon. Ja, az arról nem is tudta. Kék ültem elől kicsit, sötét kékkel. Hát, sokat nem számított talán. Jó ez az autó, mert azért bírja az ilyen kontaktot, ha nem túl nagy. Utána na, volt net. Igazából jó, amikor... Jót kergetőztünk utána. Amikor mögötted mentem, akkor volt ott, amikor kicsit összezavarodtál, vagy elfogytál, vagy kezdett elmenni a gumi. Hogy ott a gumi, aztán későn jöttem rá, hogy mit kéne csinálni. Nincs tapasztalatom az autó első verseny, úgyhogy... Ott volt egy... két szitu, amikor bele kellett lépni, aztán mögöttem is jöttek. Hihetetlen ez az RF, bazd meg. Áttölti a setet, de a UI-ban nem írja, bazd meg, hogy áttöltötte a setet ez a szemétláda. Mit csinál? Ahol jöttem rá, hogy különbségeket kezdett el elírni, hogy mennyi a különbség a beállításokban. Hogy újra be kellett töltsem. Yeah. Nekem az a baj, hogy én a futam végén még átlőttem egy-két értéket, és a defektnél ugyanazokat írta ki. Meg a full setem ugyanaz volt, de amikor kimentem a pályára, teljesen más. Ez az meg valami arra. Most tölt a pálya, vagy milyen van full set egy képeny? Nem, kifagytam. Mert? Hogy ezt a barcelonai sikánt, hogy nem tudják, hú, de gyűlölöm. Semmiféle ritmusa nincsen. Hát nem ez a jó pályának sajnos. Szabályosan kiugrik a szemem a sikántól. Alapból is már egyre szarabból viseli a szemem az egész versenyzést már, így 40 körül. És még innen fog romlani. Ne. De. Amerikó csak akkor... tudja. Hát, attól függ, hogy eddig romlott vagy sem. Hát... Ha eddig nem nagyon romlott, akkor ezután fog.
Ha eddig romlott, akkor talán már nem annyi. Re? 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 Akkor ez nem egyedi, mert nekem is mentem itt, bazd, de mi a faszom, mint bebasztam volna. Jó állat itt az agyom. Ez a fehér, piros kerékvetők, ezek most hogy? Tiszta hülye. Barna, csak rosszabb újsor, az két sort, amit mindig lepulsz. Lehet. De a box se semmi a piros falával, bazd meg. Brutális. De most kérem szépen, iszik vagy vezet? Nagyon ilyen izés. Trik, itt vagy? Na, itt. Jaja. Trik, ja, Dick. Most nem Twist, hanem Trik. Én Dicket értettem. Szót adok. Az is Trik, szót adok, nyomja. A fékerő eloszlás az, ami van nekünk, azt szerintem nem jó. Nekem jó. Én egyet előrébb tettem, és úgy jó volt. Hát jó, nekem is kellett pakogatni, mert nekem nagyon, nagyon hátul volt. Aztán ott a Twistékkel ment a kacsázás. Rick, te nyertél mi? Ja. Végre megérdemel győzelemmé. Márk azért kapaszkodott egy darabig. Szerintem elfogyott a gumia. Igen, pont most beszélgettük, hogy itt szar ez a setup, amit hát. Jó, ennyi elég lesz. Jó, még pont visszajöttem. Well? Na jó. Milyen fékerővel mentek? Én 100. 90. 85. 54 környékén van elől. Hát attól függének, hogy van a fékje. Tehát, hogy mennyire tudod kinyomni fúra, szerintem. Hát 27-nél kibírod. Én kiszedtem a izét belőle azt a kis gumigecit. 27-be is? 9, hát most G920 van, de hát ugyanaz. Ne. Pedál az nem? Szerintem ugyanaz. Ugyanaz. A 27-be könnyebb a pedál. Igen. Igen? Igen. Igen. Nincs benne a gumi, ennyi. Amúgy ugyanaz. Jó. Első kormányom, úgyhogy. Én még kis kezdő vagyok ebbe. Egyébként pont az a baj, tehát hogyha az ilyeneket az ember kiveszi meg ilyesmi, az a csökken a pedál érzet. Ki tudod nyomni teljesen, de pont egy ilyen autónál, ahol kéne szabályozni, nem fogod tudni olyan egyszerűen. Hát a valósághoz az nagyobb egyszer az a fékpedál. De hogyha kiszeded a gumit belőle, akkor is. Ennyi hát, erre lépte. Még messze. Még messze, hát. Igen. Hát szerintem nem. Hiányoznak? Hát Fricknek 8-nak kéne benne, lenni. Vagy nem jó benne, Mika? Mit micsoda? Jó benne, vagy nem jó benne a gumi? Nem jó. Akkor jól csináltam. Hogy rossz a helyezés. Nem jó. Jó helyen vagyok. Rajtrács nem jó. Hm? Hoppá! Itt a trükk! Vagyis ezt már lehet, hogy tudtátok eddig is, nem? Én nem tudom, én az alaprugót is kicseréltettem, vagy kicseréltem egy másik rúgóra, ami keményebb és progresszívebb egy kicsit, mint amíg benne volt 27-ben. Az a helyzet, amíg én nem tudok kipróbálni másikat, nekem nincs viszonyítási alap, csak a valós autóm, de hát az meg... Próbáld ki azt, a valóta nekem az... Sose tudjuk meg. Amikor Xboxoztam, Xboxon játszott C-vel, mi van ahol? 9, tudom melyik van ahol, mindegy. És ott a kuplungra raktam a féket. Az túl puha nekem. Már megszoktam hát, ezt a féket. Aha. Na hát az izén olyan a 27-en olyan a fék. Aha, annyira puha? Kb. Aha, szerint. A gyári fék az nagyon puha. Hát... nem... akkor lehet, hogy... társadalmi. Nagyon szaggatsz, Gabi. Meg kell állítani majd az érzékenységet, Gabi, mert csak a fele van meg. Szóval nekem... lehet, hogy csak megszoktam. Meg lehet szokni, persze. Tehát én is nagyon sokáig mentem úgy, csak előbb-utóbb... nekem az volt a baj, hogy esőben nem éreztem, hogy hogy kéne fékezni. És akkor cseréltem rugót. Most jobb.
Jó. Majd ha beszélsz többet, akkor majd kiderül. Mesélj, de milyen napod volt. Aludtam egész kb. Azt a kurva. Az igen. Workout. Playhard. A Kovács Adam megint megelőzött felvezető. Ő szokott előzgetni felvezető? Igen. 1-2-kor feküdtem le. Délután? Nem. Hajnalba. Akkorra értünk haza. Na szép. Ugye aki ilyen legény? Ne, a nappal lepény. Nappal is legény voltam, basszátok meg. Vagy próbáltam. Baki, ilyen ezt a rugot hol lent venni? Én az eBay-en rendeltem GTO meg a rugók egyébként, így meg lehet találni. És több fajta van, vagy? Hát három, hát van egy szett, ők adnak gázfék meg kuplung rugót is, én az megvettem mind a hármat és beleizettem, variáltam, hogy nekem melyik hova. Jaj. Mondjuk a gázzal nincs, vagy? Összevariáltam, hogy akkor mi hova kerüljön. Ja, fékbe lehet, hogy én egy, mielőtt az ember széttapott ezt a... Csak arra figyelj, hogy az a fékrugó, amit ők adnak, akkor már kárpiton meg parkettán magától nem marad meg a pedál. Olyan kemény? Hát annyival keményebb, igen. Hogyha be akarod, hogy rárugsz izomból, akkor elnyomod a pedált. Az a négy kis izét tapponcs, az semmit nem ér akkor már. Hát minden rendes pedál elcsúszik ott. Hát, de az alapfék az pont annyira puha még, hogy ott nem csúszna el. De így már nem. Jó szórakozás, jó szurkolás, hamarosan elrajtolunk a második versennyel. Jaj, remélem szerencsésebb leszek. Aj, hogy nekem adtad volna a szélárnyékot. Most nem olyan gomis a pálya, elég szopó. Azaz. Jó, mi van itt? Keresztbe kasul. De miért? Ejj, de elrontottam. Nem hiszem el. És nézd meg, nem hiszem el. Szélárnyékban. Ez nem lesz jó, Kami. Van hasonló végtempóm, csak elbaszom utána. Jó volt, mert nem tudtak leelőzni engem. Na, akkor legalább... Végre pillajtott a seggembe. Ezt a pont annyival húztál meg, hogy én már nem tudott pillni. Neki már hiába volt dupla szélárnyék, nem. Hát engem is ezért a... meghúztak előre, úgyhogy... Azért nem mentem, azért nem tudtak lelőzni valószínűleg. Igen.
Már amúgy is nehéz lett volna. De mi van az autó? Lehet vele csatázni, hagyja. Ja. Azt a mind... Né. Nem akad össze leginkább másmód. Ugye ez forgóka? Mi történt, baszki? Ez köztet szóltál. Így van el, figyelj. Mi történt, Gabi? Baj. Na, mindenki lök, mindenki. Hát nem értél nekem, vagy mi volt? Ó, basszus, bocs, ez én voltam. Igen, csak... mintha nem tudom. Húzottál volna be? Nem tudom. De esetre bocs, már visszanézzük. Én nem tudom, mitől ilyen lassú ez a kis eszett autó. Nem jó az a váltó szerintem. Az előttem lévők féktávját nem tudtam értelmezni igazából. Így visszaemlékezve a... Sikán nem tudom jól megcsinálni. Cseh. És nézzük megint, hogy meg fog jönni. Ami hát lemaradok a buliról és vége. Hopp, 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 van itt valami. Egyszerűen mindenhol gyorsabb az autója. Nem lassul be neki. Tudja, váltóval van valami. Csak legalább én is kapnék már szélárnyékot. Balázs, melletted vagyok, ne basszál már ki, kösz. Köszi. Tudom. Jutasinak szólt. Külön nincs itt. Hát, hogy fönt van egyébként, néha láttam fönt szerint. Csak látom, verseny közül ki van itt. Szerintem fönt van egyébként. Én nem látom, mindegy. Ó, hát... ezt megint ki fogja benézni? Én fogom benézni, mert az Egervár meg fog előzni. Sőt, figyeld meg. Köszi. Azban ezt nem fogom tudni levénbe kezdeni. Visszafordítóba előzni akarsz. Bazsi mellett mész, az beszélget. Le tudok nézni a másik monitorra gyorsba, azzal nincs baj. Ne?
Hát és még roncsam is el. Előre nagy a küzdés. Na. Jajajaj, kisodródtak. Jó, köszönöm. Hát de elrontottam ezt megint. Minek kellett nekem kettesbe? Lekapcsolni. Megcsináltam neked az előzési pozíciót vissza. De miért? Az szép. Az szép. Ups. Jó leszállt. Erről nagyon nem tehettem. Mert milyen szárnyakkal mennek ezek?
az, hogy nem kerülök közelebb. Jaj, jó. Lassan veszem lesz. Mi volt? Valami volt, egy szány darabot láttam. Kitől? De a Márk volt. Ez egy csapatutasítás volt. Látom. Einharden engedte kis Balázst. Menjünk csak. Oké. Okay. Kösz. Ez kemény volt. Ez az, basztathatjátok egymást is. Nincs csak engem. Hanyadik? 11, 10. Tizedik vagy? Azt. Hát jó, de mögöttem az egész hangyaboly. Egy hiba, aztán ez nem tudom mennyi. Hát ne hiba. Hát de mindig szükség. Megjövünk, mint a mozdony. Ja, csak az a szerencs, hogy Ádámnak szint nagy a szárnya. Mindig mellém jön és itt elfogy. És vagy nem jó az áttétel. Nem tudom. Na most jó helyen van. Nem. Muszáj nem a gumizott részen fékezni, és ott nem tud olyan mélyet.
futam végére felgumizza magának. Az baj, rajta kéne maradnom. Tehát visszalassíthatná egy kicsit. Hát a Janéval próbálnék menni, de hát itt siet. Én meg próbáltam fölérni rátok, már egy másodperc körül voltam és leszakadtam a jelet. Hogy lehet? Hát úgy, hogy béna vagyok. Hopp, ott a hiba. Úgy, hogy elfogyott az első gumi, 15-ről jöttem. Oh. Kis Balázs... Mit csinálhat? Na... Húzzon már meg a szélárnyék! Ez fos volt. Valami nem jó neki az egyenesbe. Nagy szány lesz pedig. Örüljek. Rövid a vált, hogy engem is alig bírt le az elején. Igen, mert viszont visszagyorsítani jól tud. Elfogy 2.25-nél, aztán csak ott megy mellett. Igen, a 2.35-re berepültem. Csehetnek dupla szélárnyéka lesz. Ezt a sikert nem tudom megcsinálni. Nem akarod elrontani? Nem tudom, megijedek az belső rázótól, és nem tudom, olyan szarul fordulok rajta. Ez már a más kávéhez. Jaj! Sorry, hosszú kefékezem nekem is. Mert nem tapad a por. De igen, én 2.35-tel mentem melletted a végén már. No baszki. Valaki kiforgott. Gergő. Érdekes, hogy egyedül hozta össze. Akár csak a frék. Ajjaj. Megbasztam el. Bazd meg, mekkora egy hülye fasz vagyok, Istenem! Gyerünk! Hát ennek most már muszáj lesz megvennie. Hát ez kész. Baki szépen átrágtad meg. Hát... Ja, lehet a dupla szélárnyék.
Meg most utána, hogy Amerika még egyet hibázzon. Hát ott nagyon elbasztom azt a kanyát. Hát igen, amúgy nem tudtalak volna megelőzni. Mert nem tudok rajtad maradni a végén. Ez az utolsó kör? Aha. Annyival jobb ott a rövid váltó. Opa! Ajajaj! Na. Hát jó, belém gyüttő! Majd nézd! Nézd, nyugodtan, a többiek jön nekem. Megcsúszta Ameriko. Csak nem előz meg. Nagyon jó, második hely. Hú. Rad! Mi történt, Freak? Rámentem a kurva hurkára. Hó, mármint... Sikámba. Kijáraton a belső. Ajjáj, ajjáj. Jó, nem, nincs elég tempója. Grat. De ahogy nézem a cselt is talán. Hát bazd meg, egész gyakorlás alatt egyetlen egyszer se forogtam meg ott. Igen, ne én sem. Nézem gyorsan. Igen. Ó, jó, kurva idegesítő. Kellett ez a második hely. Ez a sikánt egyszerűen nem bírtam megcsinálni. Mindenki már? Pedig jól jött a kékek. Kékek is autók. Ja, az jó volt amúgy. Hát picit gyorsabbak voltatok mögöttem mindannyian. Azt lemákoltam. Nem, megcsúszol a kerékvetőn és így keresztbe lent, vagy keresztbe csúszol és úgy. És abból volt az első kontakt? Aha. Most nézem én is. És akkor attól csúszok meg én, ahogy hogy nekem pöccentsz. Van egy ellenkormányzás, de hogy a kerékpárt ja. Ja, hát nekem így érzésre még úgy tűnt, hogy simán bent vagyok. Ja. Hogy nem csúszok rád, vagy ilyesmi. Jó éjszakát nektek, sziasztok! Jó, jaj, mentem én is, szavaztok! Csacsa, ha? A Gergő meg seggel érkezett meg egy kanyarba. Nekem is voltak veretéseim, de ezzel az autóval azért valamennyire lehet, és nem minden esetben rossz. Tehát nem mondom, hogy jó. Nagyon elmentem, mert most jó lett a másodikra. Hát ezt én nem reagálhattam le. Én ugyanazzal mentem, mint az elsőn. Nem mertem belenyúlni a kevesebb tapadás miatt. Hát vissza ezt nem tudtam volna leizélni sajnos, bocs. Ne reagálni. Hát már későn már próbáltam, de... Ja, hát... Fordulnál be. Visszanézve azért egy kicsit optimista volt az a féktáv tőlem. De nem gondoltam ekkora lassulásba itt keresztbe előttem. És épp, hogy összeért a két hátsó kerekünk. Ja, az forgat meg. Hát, bocs. Tedig. Jobb lehet csatázni ezzel a kocsival. Ja, jókat lehet. Azt így is negyedik letté. Menj már. Ki nyerte a másodikat? Sem már, Norbi. Ez milyen pizébe van? Nyerő szíriában. Ez ki van. Hát, ez volt a mai izgalmak.
Na mindegy, majd valahogy kilépek. Ennyi volt mára, egy hét múlva GT1-es sorozatunk következő versenye. Mindjárt megnézem, hogy hol lesz. Dömdömdömdöm. Sachsenring! Na ott nagyon rég mentünk. Tartsatok akkor is velünk, én Jani voltam. Tovább szép estét nektek, illetve szép hetet. Sziasztok!